Psycho Hungary egy zenekar, egy japán dob zenekar, mely egyesületi formában működik. Az egyesületünk az olyannyira nyitott, hogy minden nap szervezünk valamiféle oktatást, és mindig fogadjuk az újabb és újabb jelentkezőket, várjuk az újabb dobosokat. Egy óra először is azzal kezdődik, hogy bejövünk, és nagyon örülünk egymásnak, hogy megérkeztünk. Örülünk, hogy itt vagyunk a dobteremben. Egy fizikai bemelegítéssel kezdünk, hiszen egy eléggé sportos, melós műfaj az a taiko. Bemelegítjük a kezünket, a vállainkat, a lábunkat, mert egy speciális harangterpezben való beállást igényel ez a dobolás. Ezek után ritmikai bemelegítés szükséges, hiszen az agyunkat is rá kell állítanunk a befogadandó darabok megtanulására, és ezek után kezdődnek az oktatások, a készségfejlesztés és maga a darabtanulás. Eredetileg ezeket a dobokat a japán hagyományos ünnepekkor, a matsurikkor használták, illetve háború esetén harcba vonuláskor, harcba buzdító dobok voltak, illetve most már ezeket az ősi dobokat ugye ebben a taiko műfajban használják. A múlt század közepén egy japán jazzzenész alakította ki ezt a műfajt. Ezekre az ősi, tradicionális dobokra írt vidám, jazzes hangzású darabokat. Hihetetlen energia az, amit érez az ember ilyenkor, hogy feltámad benne, és meg valahogy összekapcsolja azokkal, akikkel együtt dobol, és elmegy egészen addig, hogy hidegrázásos. Megtanulni nem tudom, hogy mennyi idő megtanulni, mert még én sem tanultam meg. Valószínűleg életünk végéig tanulhatjuk.